Rendhagyó módon két reggeli személy is érkezik ma reggel. Először Verba Attiláné, a pedagógusok szakszervezetének, a óvodapedagógiai tagozatának elnöke, hogy aztán Derdák Tibor szociológussal, az dr. Ámbédkar iskola igazgatójával beszélgessünk. Na de kezdjük azzal, hogy miután kijöttek a felsőoktatási felvételik ponthatárai, kiderült idén ősszel minden eddiginél kevesebb leendő óvodapedagógus ül iskolapadba. Eközben a szakmai szervezetek évek óta kongatják a vészharangot, hogy égető hiány van óvodai szakemberekből. Náluk esetükben már nem rémisztő jövőkép, hanem a valóság, hogy közmunkások vigyáznak a gyerekekre, akikkel így érdemben nem is lehet foglalkozni, lényegében csak megőrzés van. Verba Attiláné már a telefonnál, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát tegnap olvastam ezt az interjút Fábián Katalinnal arról, hogy van olyan óvoda, ahol 6 óvodapedagógusra lenne szükség, ehhez képest van 1, és 5 közmunkás kollega, vagy hát nem is tudom, hogy miképpen nevezzem ezeket az alkalmazottakat. Ez a jelenség akár általánossá is válhat? Ez a jelenség sajnos már nem egy-egy intézményben van jelen, hanem egyre több helyről halljuk ezeket a híreket, hogy mondjuk 9 csoport van abban az óvodában, és 5 szakképzett óvodapedagógus van erre. Ami ugye az aggasztó eltetszett mondani, hogy az idén a 16 év óta a legkevesebb óvodapedagógus jelentkezett, és ebből 892-t vettek. Tehát ez annyira kevés, akkor, amikor évek óta az 1000-nél nincsen kevesebb álláshirdetés fent az álláshirdető portálon, és ezek még ugye nem is a teljes álláshirdetés, hiszen van, amiket meg sem hirdetnek. No most, hogyan próbálja ezt a kormányzat, illetve az ott dolgozók, hogyan próbálják ezt valamilyen szinten orvosolni? Pedagógiai asszisztensekkel és dajkákkal, tehát mondhatom, hogy szakképzetlen emberekkel. És így igaz, ahogy eltetszett mondani, hogy ők ugye a foglalkozást nem tarthatják meg, hiszen szakképzetlenek, nem értenek hozzá. És akkor ez még ugye csak a kisebbik baj. Hova fog ez vezetni? Így van, hogy ami régen jövőkép volt, hogy ha nem teszünk valamit, mondjuk mondtuk ezt 5 évvel ezelőtt már akkor nagyon erősen, a vészharangot kongattuk, akkor bizony már gyermek megőrzővé silányul az óvoda, most már ez, már mostani kép, nagyon sok helyen gyermek megőrzővé silányult, hogyan állják meg akkor a helyüket ezek a gyermekek majd az iskolában. Uram, bocsá, még mondhatom azt is, hogy az életben, hiszen az óvoda olyan kompetenciákat fejleszt már az óvodába lépéstől kezdve, hogy majd az iskolában meg tudják állni a helyüket, de ezek a képességek az életben is szükségesek, hogy majd a életben, a munkahelyen megállják a helyüket. Ezt bontsuk ki akár jobban is, hogy a leszakadó, és hát persze bármilyen, de különösen a leszakadó településeken, ahol a családi háttér nem képes biztosítani az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges feltételeket, ott mekkora a szerepe, és főleg a tétje a korai szocializációnak? Hatalmas, mondhatnám egy szóval, hiszen úgy most már általános kép az, hogy a szülői háttér ugyan van, de azt mondják, hogy majd az óvodában megnevelnek, majd az óvodában ezt megcsinálják.
majd az óvodában az óvodapedagógusok, az ott lévők, és akkor még jó, ha van óvodapedagógus, az ott lévők, majd ezek fejlesztik a gyereket, hogy az én gyermekem 6 évesen el tudja menni az iskolába, és bizony sokszor mondják, hogyha ott nem úgy teljesít és nem úgy felel meg, akkor, hogy ez az óvoda hibája. Sajnos sokszor az ő felelősségüket nem is látják, hogy mi ez a felelősség. Tehát ezért mondom, hogy hatalmas, mert nagyon-nagyon sokszor, főleg ezeken a leszakadó területeken, ott az óvodának kell átvenni egy kicsit, vagy nagyon a család szerepét is. Ha az óvoda tényleg gyermekmegőrzővé silányul, az milyen konkrét hátrányokat teremt, és hogyan hat a társadalmi, a meglévő társadalmi szakadékokra? Hát én azt gondolom, hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek. Már is vannak szerintem. Ugye esélyegyenlőségről abszolút nem beszélhetünk. Az a kisgyermek, aki úgy megy el az iskolába 6 évesen, hogy egyszerűen nem képes megállni a helyét, mert nem kapja meg azt a megfelelő nevelést, oktatást és kompetenciafejlesztést az óvodában vagy a családban, ami neki kell, akkor már eleve kudarcra van ítélve, még akkor is, hogyha ott a kezdetekkor küzd az ott lévő pedagógus, küzd a szülő, igyekszik segíteni még az óvodából is az óvodapedagógus, de sajnos azoknak a képességeknek a hiánya, ami ott kell, az nincs meg, tehát leszakad. Vagy lemarad, és mindig az utolsók között teljesít. Vagy ne talántán, mert erre is már egyre több példa van, hogy osztályt kell, hogy ismételjen. Ez lelkileg is úgy rányomja a bélyegét a kisgyermekre, hogy ő nem képes azt teljesíteni, amit a többiek. Tehát ennek hatalmas következményei lesznek, ami majd a felnőtt életére is ugyanígy rá fogja nyomni a bélyegét a munkahelyen, vagy esetleg hogyha menne talán tovább tanulni, de ezek közül a gyerekek közül nagyon kevesen választják ezt, a szülők sem feltétlenül. Hát nem is választás kérdése. Motiválják erre, így van, és nem is választások kérdése a mostani felvételi rendszert nézve, meg a felvételi követelményeket nézve, tehát ez nem is választás kérdése. Hát ez adottsággá szilárdul egy ponton. Így van, és ezek nagyon-nagyon hamar, ezek a gyerekek sajnos kiesnek a köznevelés, a közoktatás rendszeréből, és aztán csapódnak ide, csapódnak oda. Mindeközben milyen érzés a szakképzett óvodapedagógusoknak az, hogy végzettség nélküli közmunkások a kollégáik, és mekkora kárt tud okozni egy szakképzetlen munkaerő a gyerekekben valaki, akinek alapvető pedagógiai ismeretei sincsenek? Hát erre is csak azt az egy szót tudom mondani, hogy hatalmas károkat tud okozni, beláthatatlan lenyomatokat tud hagyni a gyermekben. Én sokszor beszélek régi-régi óvodásaimmal, 43 éve vagyok a pályán, tehát már mondhatom, hogy már a volt óvodásaimnak a gyerekei is jártak hozzám, és azok a mai napig el tudják mondani, hogy kik milyen úgymond rossz nyomot hagytak bennük, és ez a mai napig él bennük, holott ezek az emberek már 41 néhány évesek. Ezt csak megerősíthetem. De,
Így van, tehát ezeket nem lehet elfelejteni. Ha jó esetben sikerül túllépni, de a lenyomata akkor is ott marad. Azt tetszett kérdezni, hogy a szakképzett óvodapedagógusokban ez mit várt ki. Tehát egyszerűen egy hatalmas elkeseredést, azt, hogy a munkájuknak nincs értelme, vagy mi kevés értelme van, hiszen aki az utcáról bejöhet az óvodába, mint ez most egy kicsi túlzással, de mondhatom ezt, hogy még érettségi sem kell ahhoz, hogy az óvodában gyermekmegőrzést vállaljon, ez már a szakmának a vége, úgy fogalmaztam egy kolléganőmnek, hogy ez már a vég kezdete, vagy megkérdeztem, hogy ez már a vég. Mert hogy adja magát, igen, a kérdés, hogy az óvodapedagógusok társadalmi megbecsültsége hogyan alakul ilyen tendenciák mellett, és hogyha azt látják akár a szülők, akár a nem különösebben tudatosan gondolkodó szülők, hogy hát tulajdonképpen a szomszéd Józsi az árokásásból egyenesen mehet a gyerekmegőrzőbe, mert így fognak tekinteni akkor az óvodára, és nem mint a közoktatási, köznevelési intézményre. Tehát, hogyha egyfelől azt tapasztalják az óvodapedagógusok, hogy a társadalmi megbecsültségük nagyjából tényleg akár, mint hogyha nem is felsőfokú végzettség mentén végeznének egy munkát, hanem bármiféle végzettség nélkül egy fizikai munka szintjére, vagy az ahhoz kapcsolható elvárások szintjére degradálódik, vagy redukálódik a velük szembeni elvárás, akkor még az akár borzasztóan elhivatott és elkötelezett óvodapedagógus is mit tud csinálni, hogyha semmi becsülete nincsen azoknak a gyerekeknek a szülei előtt, akikkel neki egyébként együtt kéne működni? Hát ez mind így van, ahogy el tetszett mondani. Sajnos a pedagógus társadalmon belül is az óvodapedagógusok társadalmi megbecsültsége az nagyon-nagyon alacsony szinten volt. Azt nem mondom, hogy a nullához konvergál, de tehát kevés volt a becsülete. Ott azok csak úgy vigyázgatnak ott a gyerekekre, és kész. Tehát ez már egy hatalmas probléma. Pedig azt, tehát amióta én ezt a feladatot végzem, mindig hangsúlyozom, hogy az óvoda, a közoktatás, a köznevelés legalsó láncszeme, és erre így kellene tekinteni, és így kell tekinteni, sajnos nem ez történik. Azt váltja ki a tanult szakképzett óvodapedagógusokból, hogy minek tanuljak, minek minősüljek én még. Miért? Mert nincsen semmi értelme. Ami egyedül motiválja, az semmi más, csak a gyerekek iránti elhivatottsága. A gyerek szemek az a sok-sok szeretet, amit tőlük kapunk, ezen kívül semmi más. Hiszen a pénz az annyira megszégyenítően alacsony, a bér, főleg a kezdőknek. 14 évig van, tehát járunk egy helyben, vagy jár egy helyben az a kolléganő, aki mint pályakezdő elkezdi az óvodapedagógus pályát. A garantált bér minimumot kapja, 260 ezer forint ez a mostani évben. Ehhez jön a 20%-os szakmai ágazati pótlék, ami bruttóban 312 ezer forint, és ez körülbelül nettóban közel a 200 ezer forintos, tehát ilyen 203 ezer forintos összeg. Ez mozog 14 évig, ebből nem lehet családot alapítani, nem lehet jövőt építeni, nem lehet jövőt tervezni. Tehát kiégnek, rengetegen kerülnek kórházba, rengetegen kerülnek pszichológus elé,
mert már ugye ez nem most kezdődött, csak most kezd kicsúcsosodni ezek a hatalmas problémák, hiszen eddig is rengeteg helyen volt az, hogy egy óvónő volt egy csoportban, pedig ugye a köznevelési törvény szerint kettő, ami szükséges, és ő 8-tól 4-ig, azaz a 8 órájában dolgozott hatalmas felelősséggel, délelőtt a foglalkozásokat megtartva, délután pedig a dokumentációktól kezdve, ami hatalmas, az az adminisztrációs teher, ami ránk hárul, szinte már átláthatatlan. Tehát azt csinálja, és még készüljön a másnapra, hazaviszi a rengeteg munkát, akkor mondjuk meg őszintén, hogy családjuk van ezeknek az óvodapedagógusoknak, azt kell látni, akkor éjszakába dolgozik, tehát ezt sokáig nem lehet, pedig nagyon sokan ezt már évek óta csinálják, tehát abszolút nem csodálkozom azon, hogy kiborulnak. És alacsony a kedv, a pályára belépési kedv. Miközben az eléggé látszik, hogy az óvodapedagógusok érdekérvényesítőként nem a legerősebbek, hiszen félnek, eszköztelenek és rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak. Kiknek kellene helyettük a nevükben velük szolidarítva érdekérvényesítőként fellépni, ha erre a megfélemlített és kivéreztetett óvodapedagógusok nem képesek? Hát én azt gondolom, hogy senki helyett nem tudjuk az ő problémáját megoldani. Én már elég régen vagyok a szakszervezetben, 10 éve vagyok az óvodapedagógiai tagozat vezetője, de én csak egy vagyok, illetve a tagozatban dolgozók is csak képviselet. Mindenkinek azt kellene látni, hogy itt már nincs mit veszíteni, álljunk ki és csináljuk, és ha én nem állok ki, én, mint óvodapedagógus önmagamért, helyettem ezt senki nem tudja megtenni. Tehát csak együtt össze kellene fogni, de ez az összefogás, tehát én ezt hajtogatom már 100 éve, ez az összefogás az, ami hiányzik. És nem tudom, minek kellene még történnie ahhoz, hogy belássák a kollégák azt, hogy nincs már tovább, tehát ennél már lejjebb, hogy közmunkások jönnek be a gyerekek közé, és ők vigyáznak rá, mert ezen kívül semmi más nem történik. Ennél, tehát mi kell, ami még ennél lejjebb is megy? Én gondoltam régebben, hogy amikor bizonyos intézkedések megtörténnek, hogy már annál nem lehet lejjebb. Sajnos az élet mindig rácáfol, hogy de. Mindennél lehet még lejjebb kerülni. Eljött tehát, még az idő, igen, hogy nem csak az óvodákban, de az általános iskolákban is közmunkások fogják végezni az oktatást. Igen, hatalmas a hiány. Tehát egyszerűen nem látom a kiutat ebből, de az biztos, hogy az egységes fellépés, meg azt, hogy öntudatra ébredjenek ezek a pedagógusok, köztük az óvodapedagógusok, hogy menjünk és tartsunk össze, mert hogyha azt látnák, hogy sokan vagyunk, sokan ugyanazt gondoljuk, összefogunk, kiállunk, akkor talán valami történne, talán valami elindulhatna. Összefogás nélkül úgy tűnik nincs előrelépés, és mivel annyira az utolsó utáni órában vagyunk, amennyire talán azt is be kéne látni, hogy veszíteni is valósan nagyon van már. Persze azért az sem árt, hogyha az érintettek, és egyébként az egész társadalom érintett, tehát mindenki kiállna a pedagógusok, óvodapedagógusok mellett.
Én egy picit azzal vitatkoznék, hogy ezt mennyire lehet a teljes felelősséget rátolni azokra, akik ebben a kilátás helyzetben tényleg egy vergődésben töltik a napjaikat. Úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy ahol tud, valamiféle szolidaritást azért mutasson a pedagógusokkal, hiszen mindannyiunk jövője, mert hát végül is a gyerekeink jövője, az a világunk jövője, a tét. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Verba Attilának, a pedagógusok szakszervezetének, óvodapedagógiai tagozatának elnökének, és hát nem is tudom, mivel zárjam ezt a beszélgetést, mint hogy minden tiszteletem, hogy még kitartanak. Nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is. Viszonthallást. Viszonthallásra.